Szép jó estét kívánok, köszöntöm a Fehérvári Beszélgetések nézőit. Folytatódik a 70 éves az Arte sorozatunk, tehát 70. születésnapját ünnepli az Algarégia Táncegyüttes, és ebben a beszélgetés sorozatban megidézzük azokat, akik megteremtették a lehetőségét annak 1949 óta napjainkig, hogy az Algarégia Táncegyüttes ismert és elismert lehessen itthon Magyarországon, illetve külföldön, Európában és a világban mindenütt, és ők teremtették meg a lehetőségét annak, hogy olyan fiatalokat is üdvözölhessünk itt a stúdióban, akik remek táncosok már most, és majd egyszer ők lesznek a legendák. Hát itt van velem a stúdióban Szabó László és Szabó Dániel. Szervusztok! Szia Laci, szia Dani! Igen, hát nagyon fontos, hogy a fiatalokkal is megismerkedjünk, mégpedig megtudjuk, hogy ők miként választottak. Az, hogy Bogárdi Lajos bácsi, vagy éppenséggel Botos Jóska miként indul, az már történelem, hiszen azt már olvashattuk. Viszont fontos, hogy a ma nemzedéke, akik a népi kultúrát, a hagyományok őrzését választották így módon, hogy kezdték a pályafutásukat. Például kezdjük az indítatással, Lacival. Hát az én indítatásom az úgy történt, hogy engem tulajdonképpen a szüleim irattak be néptáncra, és még óvodás koromban kezdtem, és hát meg is tetszett, tehát nekem is tetszett azért, bár voltak azért fennakadások, voltak összetűzések, hogy most akarom, nem akarom, de hát természetesen kitartottam mellette, és 2000-ben irattak be a szüleim a táncházba, és hát Éva néni, Vas Éva oktatásába vagy kezei alatt kezdtem én el néptáncolni, balettozni, és az alapokat tulajdonképpen megtanulni. Tehát veled kezdődött az évezred. Igen, ha így nézzük. Dani, ugye mennyi idő van köztetek? 7 év. 7 év, tehát most vagy 17 esztendős. Ugye ezt elmulasztottam mondani, hogy gépészmérnök hallgatót üdvözlhetünk az emélyedben. Nos, Dani, te pedig követted a bátyádat, vagy eleve elrendelés volt, hogy... Hát én megszülettem, és ebbe születtem bele. Tehát én, amikor óvis voltam, nem is volt kérdés igazából, hogy menjek-e táncra, vagy sem. Én 1 évet táncoltam az Óviba, 6 évesen kezdtem, nagy csoportba, és beiratkoztam én is az Albába. És mikor óvodás voltam, akkor engem nem az óvis csoportba vettek föl, hanem még akkor az elsőbe. Tehát nekem, én egy év pluszban vagyok táncon, mint ahogy iskolában. Melyek voltak azok az első élmények, amik a közösséghez kötődnek? Hiszen az nagyon-nagyon fontos, hogy valaki megszereti azt a csoportos foglalkozást, ami ebben esetben a tánc nyilván. Hát, most így visszagondolva, én emlékszem arra, amikor voltak nyílt napok a szülőknek, amikor fél évente volt a táncházban ilyen nyílt nap, és akkor meghívták a szülőket, hogy lássák, hogyan fejlődtünk. És emlékszem rá, hogy beálltunk nagy körbe, és akkor mindenféle ritmus gyakorlatok voltak. Volt olyan például, hogy be kellett csukni a szemünket, és akkor csukott szemmel kellett a Éva néninek az utasításait követnünk, hogy a jobb kezünkkel az orrunkat, a bal kezünkkel a jobb térdünket, és a szülők teljesen el voltak ámulva. És akkor ott néztem össze ő most már elég nagy táncos, a Sáfrán Balázs volt az én egyik barátom és csoporttársam. Vele kezdtem, és vele mosolyogtam össze, és nekem ez az emlék így nagyon megvan, hogy amikor ott balettozunk, meg amikor ott lenyűgöztük a szüleinket, akkor ez nekem nagyon tetszett. Nálad, Dani? Nekem az óvodában volt ez a legelső. Hát nyilván az első szerelmem az óvodában történt, és hát a lány is táncolt, és amikor hát mentünk körbe, már nem is emlékszem, valami gyerektáncot csináltunk, és ott néztük egymást, és egymás kezét fogtuk, és táncoltunk egymásról, ez nagyon-nagyon jó volt. Amikor felcseperedtetek, tehát az általános iskola, azt mondom, hogy a felső tagozatban, akkor ez már inkább komolyá vált, ugye? Akkor kezdődik az, amikor már vannak koreográfiák, amikor oda kell figyelni, minden próbán feszülten figyelni a koreográfust, a művészeti vezetőt. Ez hogy telt nálatok? Hát, azt hiszem, hogy... Ha még emlékszem rá, ha jól emlékszem rá, hát Éva nénivel már volt komolyabb koreográfiánk, amivel fel is léptünk az Icsi Ligetben is például, és Mikor lehetett? Talán a Robiék olyan 2000
6-7 tájékán vettek át minket, ez még bőven előtte volt. De akkor már az olyan út volt, ugye, hogy nálam de az már komoly ez, volt. Ez az időszak, hogy akkor már bizonyos volt, hogy a későbbiekben is ezzel foglalkozol. Igen, igen. Tehát az akkor már látszott, hogy ezt szeretném csinálni hosszú távon. És emlékszem rá, hogy amikor a Robiék átvettek minket, akkor az volt az első, vagy volt egy, nem biztos, hogy az első kérdésük volt, de volt egy ilyen kérdésük, ültünk a nagy terembe, a táncáznak a nagy termébe, lekupolottunk oda körbe, és akkor kérdezték, hogy tegye fel a kezét az, aki el tudja magát képzelni az együttesbe a későbbiekben. Ezt nálunk is feltették. Ezt lehet egyébként, hogy több csoportnál is feltették, de emlékszem rá, hogy akkor én már feltettem a kezemet, és akkor... De ez egy fontos kérdés, ugye? Nálad igen, is fontos kérdés igen, volt, mert óhatatlan is felmerül egy fiatalban, hogy valóban érdemes-e ezzel foglalkoznom már igen. Úgy komolyabban, hogy azért ez nem csak időtöltés, ez sokkal, de sokkal több annál. Persze. Engem a Robiék kezdetektől fogva nevelnek, és hát mondjuk így is, igen. És én nagyon sokat tanultam tőlük, nem csak táncolni, hanem mint ember. Tehát a tartást, azt, hogy fogadjuk el, nem mindig úgy van, amit mi akarunk, és magát ezt az örömöt, amit tudtak nekünk adni, hogy egy-egy koreográfiát megtanultunk, és bejárjuk vele az országot, esetleg a világot. Szerintem ez nagyon nagy szó. Tehát kimondhatjuk, hogy a tánc... Aztán megyünk majd tovább nyilván, hiszen még sok út van előttünk, hála Istennek, hogy a tánc az alakít, formál, tanít, értékesebbé tesz. Ez pontosan így van. Igen. Mindenféle igen. Szerintem vannak nagyon sok ismerősöm van nekem is, mind egyetemről adódóan, mind mindenhonnan, és azt tudom mondani, hogy szerintem az, aki néptáncol, abba és jön velem szembe, azt, ahogy elkezdek vele beszélgetni, érzem azt, hogy van benne valami plusz. Van benne valami olyan, ami egy sugár. Igen, így sugárzik, hogy könnyen szóba lehet vele elegyedni. Tehát nem az van, hogy visszahúzódó, hogy úgy kell belőle kihúzni a szavakat, vagy hát tényleg ez... Sokkal közvetlenebb. Sokkal közvetlenebb, igen. Tehát az, hogy beilleszkedni egy új társaságba. Most tegyük fel azt, hogy én most az egyetemmel tudok példálozni, például bekerültem az egyetemre, és tulajdonképpen én nagyon közvetlenül tudok beszélgetni, viselkedni a tanáraimmal, professzoraimmal, mert tudom azt, hogy egy társaságban hogyan kell úgymond beintegrálódni. Ez egy nagyon fontos dolog szerintem a mai világban, hogyha az ember bekerül egy új társaságba, akkor igenis tudjon kiállni, és tudjon határozott lenni. Igen, hát van mire büszkének lennie egy bizonyos idő után az ember fiának. Ugye megtanultátok a konfliktus kezelést. Hát, az együttérzés bizonyos érdelemben. Az elszenvedett dolgok megbecsülését, amiből aztán mégis alakul valami. Ez azért nagyon sokat ad egy fiatalnak. Volt egyébként egy olyan pillanat, amikor úgymond feladtátok? Olyan nehéz pillanat, hogy kétségessé vált a folytatás? Szerintem mindenki életében van ilyen pillanat, de ezeken át kell lendülni. Tehát nem szabad feladni, mert ez egy olyan dolog, amit ha az ember felad, egy akkora űr keletkezik a helyén, hogy ezt nem lehet betölteni mással. Igen. Ugye azt tudjuk, hogy ti tehetségesek vagytok. Ez ideje korán kiderült nyilvánvaló, hiszen ott vagytok fókuszban. Ehhez viszont szorgalom is kell. Hogy aránylik a tehetség és a szorgalom egymáshoz? Ebben a műfajban. Kell hozzá tehetség, de rettenetesen sok gyakorlás és plusz munka kell ahhoz, hogy az ember színpadképes produkciót tudjon nyújtani. A tanulás mellett nyilván ezt nagyon nehéz csinálni, ugye heti 3-szor van próbánk, kell kitartás, az alvás az kevés, de nagyon-nagyon jó, amikor egy adott helyen fellépünk és megtapsolnak minket az emberek. Bizony. Beszélgettem nagyon sok mindenkivel, aki azt mondta, hogy úgy választott magának felsőfokú intézményt, jelesül egyetemet, vagy akkoriban még főiskolát, hogy haza tudjon járni próbákra. Te hogy oldottad meg? Hát az én utam az elég rögös. Én jártam Veszprémbe is egyetemre, és ott kollégista voltam. És én heti 3-szor visszajártam Veszprémből is
táncolni, tehát ez nem jelentett akadályt számomra. Volt ilyen, hogy vége volt az óráknak, hazajöttem, akkor megvolt a próba, és próba után pedig szálltam fel az utolsó buszra, és mentem vissza a kollégiumba. Nem mondom, hogy nem volt meg a böjtje, mert meg volt a böjtje, viszont a második egyetemet azt úgy választottam természetesen, hogy összetudjam egyeztetni ezt az életemmel, ezt az életformámmal. Igen, mert voltak nekem is időszakaim, amikor vagy egészségügyi okok miatt volt kihagyásom, vagy tanulás miatt volt kihagyásom, viszont tényleg egy olyan űr keletkezik ilyenkor az emberbe, hogy azt tényleg nem tudja más betölteni. És amikor visszajöttem táncolni, akkor azt éreztem, hogy úristen, hogy helyben vagyok. Most érzem magam. Nagyon jó példa, igen. De sokszor egyébként, amikor az ember egy kicsit rosszabbul érzi magát, rosszabb a közérzete, fáj a feje esetleg, vagy bedugul az orra, de tényleg, fogom magam, csak azért is elmegyek próbára, és amit ott eltöltünk időt, és izzadunk, és táncolunk, egyszerűen az ember erről meg is feledkezik, és próba után, mintha minden bajom elszállt volna. Igen, tehát egy kicsit, persze agyban ott kell lenni, hogy a koreográfiákat tudjuk, hogy mi után jön. Természetesen ez egy idő után már zenére megy, már nem kell odafigyelni rá, ez jön zsigerből, viszont aki egész nap mondjuk tényleg ül az iskolapadba, vagy olyan munkát végez, szellemi munkát végez, ami folyamatosan megterheli az agyát, ez egy ilyen felüdülés, és egy ilyen kikapcsolódás jelleggel is ott van az életünkben. Beszéljünk egy kicsit arról, hogy az iskolákban, így folyamatosan, miként álltak hozzá a pedagógusaitok, illetve az osztálytársaitok ahhoz, hogy ti táncoltok. Egyrészt sok próba, nyilvánvaló. Ez oltatlan is néha rányomja a bélyegét a teljesítményre, az iskolai teljesítményre, illetve az iskolai közösségi életre, hiszen a ti próbáltatok akkor, ezt mondom, ugyanúgy volt gondolom, mint egy sportolónál, hogy az első. Tehát nincs lógás, ha menni kell, akkor menni kell, a próba a szent. És ez... Volt ebből konfliktus? Az érdekessége az, hogy a mi családunkban a szüleink tulajdonképpen olyan szinten támogatják ezt az egészet, hogyha próba van, vagy fellépés van, akkor az az első. Hát volt olyan, hogy elmentünk nyaralni, és egy-két nappal hamarabb... Robi felhívott minket a nyaralás kellős közepén, minket, hogy akkor jöjjünk haza, mert lenne 3 nap múlva, vagy 2 nap múlva egy fellépés. Nem is jöjjünk haza, hanem sziasztok srácok, ráértek? Vagy hogy mit csináltok most? Ráértek, mit csináltok? És akkor mondtuk, hogy Robi... éppen a tengerparton vagyunk, de persze van, és már jövünk is. És tényleg beültünk az autóba, és hazajöttünk, és akkor már 2-3 napra nyomtuk. A szüleink hihetetlen módon ott voltak mögöttünk, támogatnak minket, és azt tudom mondani, hogy a külföldi fellépéseken kívül az összes fellépésünkön. Igen. Ott vannak, legyen az Békés Csaba, a Szekszárd, Szeged, rengeteget számít, az hogy... ország másik fele. És tulajdonképpen ők a tanárokkal is, hát nem sűrűn kellett, de ha kellett, akkor szembe mentek. Akkor tehát azt mondták, a kérdés hogy... soha nem az, hogy szeretem vagy sem csinálni, hanem hogy szeretném-e magasabb szinten csinálni, és ehhez viszont munka kell. Munka kell, igen. És elszántság. Igen. Én viszont... sokat gondolkodtam rajta, hogy ezt tanulom tovább, tehát megyek a táncművészeti főiskolára, egyetemre, de belegondoltam, hogy nem biztos, hogy addig bírja a szervezetem, hogy ebből jól meg tudjak élni, viszont tényleg nem tudnék nélküle élni. Tehát egy idillt fogalmaztunk itt meg tulajdonképpen. De azért vannak hátulütői. Volt, aki nem támogatott benneteket, mondjuk az iskolában, nem név szerint kérdezem, akik furcsán néztek rátok? Engem a barátaim a suliba egy idő után azért kikinéznek, mikor egy hetet megyek, aztán 2 hetet nem, aztán 1 hetet megint megyek iskolába, aztán megint nem megyek 1 hetet. Szerintem én most rekordot tartok a suliba. Hogy... Hát igen, ma már kinyílt a világ. Régen azt mondom, hát a rendszerváltás előtt mindenképpen óriási dolog volt, hogy a néptánc együttes legalább annyit utazott, mint a sportolók. Tehát, és nyilván, hogy nem csak 3 napra, hanem egy teljes fesztivál időre. No, beszéljünk a koreográfiákról. Nyilván, hogy most már egy veretes múlt áll mögöttetek, ezt mondhatjuk, és még milyen jövő. De van-e olyan tánc, ami kifejezetten, mintha rátok szabták volna?
Mint a ránk szabták volna. Nekem a délalföldi. Ez egy elég friss koreográfia, és én indultam egy szóló táncversenyen párommal, és ezzel a tánccal indultunk. És addig annyira nem is ragadott meg, de amikor elmélyültünk a táncba, és sokat gyakoroltuk, és átéltük a táncot, akkor nagyon a szívemhez nőtt, és nagyon, nagyon szeretem táncolni. Ilyen értelemben azért fontos a siker, tehát nem csak a nézői taps, hanem a társak fontos. Által. Ez egyértelmű. Fontos, tehát igen. Gondolok itt elsősorban arra, hogy a fesztivál sikerek, illetve a díjak, és itt majd nyilván eljutunk a felszállott apáváig, de hogy ez mennyire erősít meg benneteket? Én úgy gondolom, hogy a mi együttesünk az, tehát senkinek se ez a főállás, ugye mindenkinek van mellette valami. Bejönnek az emberek, és szerintem senki nem az elismerésért. Én úgy legalábbis úgy gondolom, én úgy érzem, hogy senki nem az elismerésért megy, hanem azért, hogy jól érezze magát, és abból fakadóan, hogy mindenki igen. jól érzi magát, bele is teszi magát, 100%-osan, vagy 110%-osan, és vagy ezért, ahogy éppen a Robi kéri. Igen, és ezért érünk el sikereket. És ezért érünk el sikereket. Igazából nagyon szeretjük egymást, nagyon összetartó csapat vagyunk, mindenki hát, tud a másikról mindent. Hát igen, nagyon is, hogy az amatőr, mert az egyértelmű, hogy így van. Nemrégiben beszéltem a Neyfe Gyurival arról, hogy ő mindig amatőr zenekarban játszott, miközben az ország egyik legjobb prímás, amit tudjuk. De ez vonatkozik sok mindenkire, ez a táncban is igaz. Hiszen lehet ebből élni kiválóan, kevés tehetséggel, szokszorgalommal, de úgy kerek a történet, viszont a kiemelten tehetségesek, mint például ti vagytok, nyilvánvaló, hogy nem a táncból szeretnétek megélni, hanem a táncért éltek. Igen. Tulajdonképpen igen. Viszont itt a sikerekre egy kicsit visszatekerve a dolgot, hát van olyan, hogy azért kicsit mi is elcsábulunk, és akkor azt mondjuk, hogy hát most annyira nincsen hozzá kedvünk, és akkor viszont ott van a Robi, ott van a Gábor, ott van a Bea, és ott vannak a, úgymond a mentoraink, akik azt mondják, hogy már pedig igenis oda kell tenni magunkat. Tehát ezek fontosak. Igen. Beszéljünk a fesztiválokról. A fesztivál ez egy különleges dolog. Mindez idáig ugye csak a miénket nézzük, és akkor először nézzük meg a miénket, és jöhetnek majd az utak, hogy eddig úgy volt, hogy az összes többi fesztivál, ezt tapasztalatból is mondom, az abból áll, hogy színpad, színpad, színpad. Azzal, hogy itt kiegészül gasztronómiával, ismerkedési estekkel a táncházban, az teljesen más. Mit jelent egy fiatal számára egy ilyen hét a Nemzetközi Néptánc Fesztiválon? Nekem egyértelműen szórakozás, de rengeteg munka azért itt is van. Szerintem ezen a héten összesen alszunk 4-5 órát. Közben kísérjük a külföldi csoportokat. Etetjük őket, itatjuk őket, együtt mulatunk velük, természetesen hajnalban nyúlóan, és nagyon érdekes az, amikor ilyen nagyon-nagyon messziről, Ázsiából, az amerikai kontinensről eljönnek, és egy egészen más kultúrát láthatunk. Más az életvitel, a mentalitásuk, és sokszor nagyon-nagyon jó bulikat lehet velük csapni, mert kicsit kiragadnak minket a hazaiból, a hétköznapokból. Igen. És ha külföldre utaztok, akkor ez visszaköszön? Milyen tapasztalataitok van? Igen. Igen. Nagyon szeretnek is minket külföldön, mert megint egy másik mentalitást képviselünk, mint ahova megyünk. És hát tényleg hihetetlen módon szeretnek minket, mi is szeretjük őket. Általában szerintem ez nagy általánosságban ez elmondható. És a magyarokat különösen szeretik egyébként igen. külföldön, én azt vettem észre. Tehát én mióta felkerültem az együttesben, nagyon szerencsés vagyok, mert én járhattam Kínába, Szingapúrba, és ugye most utoljára Mexikóba. Mexikóban, igen. És én mindegyik utazásra azt tudom mondani, hogy a külföldiek, illetve a helyiek, akik ott voltak, ilyen ámulattal és csodálattal néztek minket. És közben meg örültek nekünk, és nagyon hálásak voltak azért, hogy egy ilyen műsort ott elő tudunk adni. És hogy ezt láthatják, igen. Nagyon sok nagyévű pályafutást ismerünk. Koreográfusok, néprajzkutatók pályafutását, akik nagyon sokat tettek hozzá azért, hogy jószerűen az egész Kárpát-medence kinyílt a magyar néptáncosok előtt, tehát itt a mezőföldön is jószerűen mindent. Elindulunk a Kalló Zoli bácsitól, Válaszúton át,
Felvidék, Délvidék, Kárpátalja, tehát minden tánc megvan. Fontos a számotokra ez, hogy hiszen ez egy különleges identitás sugal a népművészet mindenképpen, hogy ez a ti missziótok, ez egy nem nagy szó, de valóság. Hiszen a táncon keresztül, a népi kultúrán keresztül, a zenén és a táncon keresztül lehet megérteni, hogy, hogy mit jelent magyarnak lenni, ha úgy tetszik. Gondoltok-e néha erre? Természetesen. Főleg amikor összejövünk, és egy ünneplünk egy szülinapot, vagy csak szimplán összejövünk és főzünk egy jót, az magában, ugye hát természetesen olyan ételeket főzünk, amik magyar ételek, egy jó pörkölt, vagy egy gulyásleves, vagy bármi. És amikor ott nekiállunk táncolni, és felkérjük a lányokat, számomra ez is nagyon fontos. Például a korosztályomban sokszor azt veszem észre, hogy a fiúk nem mernek oda menni a lányokhoz egy buliba, egy partin, mert nem szoktak hozzá, hogy a lányokat megérintsék, hogy kiforgassák őket. Holott a lányoknak ez szerintem nagyon tetszetős. Neked ilyen problémán nem lesz, azt gondolom. Igen. Rövidesen itt van a pályaválasztási időszaka. Ugye mondtad, hogy a táncművészeti főiskolában gondolkodtál, illetve egyetemben, aztán... Ezt elvetettem, mert nagyon szeretem csinálni, de most is sokszor fájnak a térdeim, a bokáim, és én úgy gondolom, hogy maximum 30 éves koromig tudtam volna csinálni, vagy 35, utána meg kellett volna más után nézni, úgyhogy most inkább nézek más után, és maradok az albában, mennyi csak tudok. Helyes. Igen. Hát az én döntésem is tulajdonképpen valami ilyesmi. Az a helyzet, hogy én nagyon magas is vagyok, tehát genetikailag a néptánc az most mondhatnánk, hogy nem nekem való, mert nagyon hirtelen nyúltam, az izületek azok folyamatosan kapják a terhelést, úgyhogy meg hát nekem, vagy hát a családunkban tulajdonképpen mindenki műszaki vonalon mozog, úgyhogy a szüleink is gépészetben mozognak, úgyhogy igazából nem azt mondom, hogy nem volt más választásom, mert nekem édesanyám azt mondta, hogy fiam, bárhol mehetsz, csak gépésznek nem menjél, mert azt én nem szeretem, mert a gépésznek menni. Hát persze, elmentem gépésznek, csak hogy anyának is a kedvére tegyek. De hát a néptánc az mindig meg fog maradni. Tulajdonképpen ebben nőttem fel, ebben nőttünk fel, a táncház a második otthonunk. A táncház a második otthonunk tulajdonképpen, tehát ezt, és ebben nem tudunk kiszakadni. Mind a kettőnknek a barátnője az néptáncos, vagy ott táncolt, vagy még mindig ott táncol. Csak nem. Jó, hát ez az út a tiétek. Én azt gondolom, hogy ez egy remek út. És hát nem tudom, mit szokás kívánni egy táncosnak, de én azt gondolom, hogy maradjatok meg jó testvérnek, jó táncosnak. Hát szeretjük egymást. Az mindig megvan. Mert az a mi javunkat, a kívülállók, a nézők javát szolgálja mindenképpen, és köszönöm, hogy itt voltatok, és bizonyos vagyok benne, hogy a ünnepség sorozatban fogunk találkozni még. Köszönöm. Köszönjük szépen. Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetéseket látták. Vendégem két ifjú táncos volt, Szabó László és Szabó Dani. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, további szép estét, viszontlátásra!